Csákvár fontos győzelmet aratott Békés Csabán, most már a tabella 13. helyén áll. Hogyan értékeled a mai találkozót? Hát elég küzdelmes mérkőzés volt, számítottunk is erre, számítottunk arra, hogy ez megint egy olyan mérkőzés, ahol inkább a küzdelem fog dominálni. Azt gondolom, hogy mind a két csapat erős volt ma a pontrugásokban, veszélyes szabadrugások voltak, szögletek voltak. Azt gondolom, hogy nekünk sikerült egy pontrugást sikeresen végrehajtani, és ez megadta a csapatnak azt az erőt, hogy tovább próbálkozzunk és rúgjunk gólt. Meg is volt rá lehetőség, mert jó helyekről tudtunk szabadrugásokni, természetesen előtte megvoltak a nagyszerű bontásaink. Vártuk azt, hogy a Békés Csaba ugye menekül a kiesés elől, és próbálnak minden egy lapra feltenni. Sikeresen tudtunk védekezni, kicsit beváltoztattunk a felállásunkon, az is sikeres volt, azt gondolom, hogy kicsit a pontosság hiányzott az első fél időben, de mondom még egyszer, tehát a Békés Csabának az előreívelt labdái, nagyon direkt labdái azért veszélyesek tudtak lenni. Sajnos egy pontrugás után tudtak is egyenlíteni, úgyhogy sajnos ott belehibáztunk, kis dekoncentráció volt. De annak örülök, hogy második félre kijöttünk, ott még kellett egy pár perc, hogy rendeződjünk, összeszedjük magunkat. Aztán jöttek a cserék, akik nagyon jól tudtak segíteni a csapatnak. Megint csak elkezdtünk labdát járatni, sejtettük azt, hogy meg tudjuk bontani a Békés Csabának a középpályáját. Pontos passzokkal tudtunk felfelé menni, és hát végül is egy akciógólt rúgtunk, ami azt gondolom talán a forduló legszebb gólja, bár nem láttam a többit. Gratulálok a fiúknak, mert óriásit küzdöttünk, és bevallom, tehát ezt az őszi hatodik helyünket azért szépen lerontottuk, és azért itt nekünk is fontos volt, hogy most már összeszedjük magunkat, és nem csak a jó játékot nézzük a pályán, hanem eredményeseknek kell lennünk. És hát ez most sikerült, és a srácoknak, na, még egyszer mondom, nagy gratuláció, és most itt kiemelnék két dolgot. Sajnos múlt héten László Noel megsérült egy durva belépő után, és sajnos ő már kiesett a szezonra tőlünk. Ezzel kapcsolatban igazából semmi más nem szeretnék nyilatkozni, annyit csak, hogy Noelnek mielőbbi felépülést kíván az egész csapat, és bízom benne, hogy azzal tudtunk boldogságot okozni, hogy kijöttünk a gödörből és tudtunk győzni, illetve egy nagyszerű hír az egész csapatnak, meg az egész közösségnek Csákváron. Videó ellenzőnek, Káló Andrásnak megszületett ma kisfia, Káló Benedek, egészséges, anyuka egészséges, hál' Isten apuka is egészséges maradt, és bízom benne, hogy ez a sok boldogság, öröm most meghozza a Csákvárnak házatájára a pozitív és eredményes további játékot. Most ezzel a győzelemmel sikerül eltávolodni itt a hátsó zónából, ugye a hatodik helyen végzett ősszel a csapat. Milyen célokkal lehet nekivágni a következő hét mérkőzésnek, ami még hátra van a bajnokságból? Természetesen nekünk van feladatunk, tehát hogy nevelő egyesületként nekünk igenis muszáj az eredmény mellett játékosokat kinevelni, és arra lennénk büszkék, hogyha ha a következő évben nyártól tőlünk játékosokat vinnének NB1-be. Természetesen a legnagyobb öröm az lenne, hogyha Puskás Akadémia első csapatába vinnék őket, de hát az is nagy öröm, hogyha más NB1-es csapat, vagy esetleg olyan NB2-es csapat, akik a feljutásért küzdenek. Ez a célunk, nekünk nevelni kell. Úgyhogy mi ebből nem adunk fel, csináljuk tovább, csináljuk a feladatunkat, és én azt gondolom, hogy ebben mindenki beleáll, a játékosok is mindent elfogadnak, beleállnak, és egy ilyen időszak után, most nem akarok butaságot mondani, de talán 10 nyeretlenségi mérkőzés után végre tudtunk nyerni, és azért ez egy óriási erőt ad nekik, és tudjuk folytatni a közös munkát. A mai mérkőzésen sajnálatosan a Csákvár megnyerte a találkozót, ugye megszerezték a vezetést, egyenlített a Békés Csaba, aztán sikerült megint egy távoli góllal betalálniuk. Hogyan értékeled ezt a találkozót? Hát igazából nem kezdtük rosszul a mérkőzést. Egy első ellentámadásból, egy szabadrugásgólból hátrányba kerültünk, aztán sikerült kiegyenlíteni. Én úgy gondolom, mezőnyfölénybe játszottunk, voltak lehetőségeink. Ezeket
elszalasztottuk, a másik fél időben pedig én értékelhetetlen teljesítmény nyújtott a csapat. Második fél időben próbáltál frissíteni, úgy nézett, hogy beválik, de aztán a játékosok nem tudtak helyzeteket kialakítani. Szerinted mi volt ennek az oka? Nem tudom, ez már hetek óta tendencia, hogy ha hozzányúlunk a csapathoz, akkor aki csereként bejön, az általában nem tudott segíteni, sőt, gyengült vele a csapat. Játszottunk egy jó mérkőzést, bár elvesztettük a hétvégén. Most nem mi játszottunk az első fél időben, annyira rosszul sikerült a lélektani előnyt magunk javára fordítani, hogy sikerült kiegyenlíteni. És a második fél időben mondom, nem tudom, hogy mi lehet az oka annak, hogy nullásra száll be általában, aki bejön csereként. Tovább gyengülünk vele, nyilván azért cserélek, mert elfáradt, vagy a formájával van esetleg valami probléma, de rendszeresen gyengül a csapat. Több olyan mérkőzésen játszott döntetlen a csapat, amit meg lehetett volna nyerni. Most ugye vereséget szenvedett, ez nyilván lélektanilag nem tett jót a csapatnak. 7 meccs van még hátra. Mit lehet tenni szerinted a következő 7 mérkőzésen? Ugye most a csapat visszacsúszott a 19. helyre, ugye ez sem tesz jót a fejeknek szerintem bent az öltözőben. Semmiképp. Nem mindenki érzi át sajnos, hogy mekkora felelősség van itt rajtunk, és ezt orvosolni kell minél hamarabb.